Történt egyszer, hogy az anyamében megfogant az élet. Ahogy növekedett a magzat, úgy nőtt az öröme is. Múlt az idő. A hetekből hónapok lettek, és a magzat egyszer csak észrevette, hogy mennyire megváltozott. Meg mit jelentsen? Ez azt jelenti, hogy tartózkodásunk ebben a világban a végéhez közeledik. De én egyáltalán nem akarok elmenni innen. Szeretnék mindig itt maradni. Csak hogy nincs más választásunk. Hát de talán van élet a születés után is. És az meg milyen lehet? Hát gondolkozzunk. Mások is elhagyták már az anyaméhet, nem? Nem így van? Csak hogy azok nem jöttek vissza, és nem mondták meg, hogy van-e élet a születés után. Nem. A születés az biztosan a vég. De ha a fogantatás a születéssel végződik, akkor mi értelme van az életnek itt az anyamében, ha? Hát értelmetlen az egész. Lehet, hogy még anya sem létezik. De! Anya kell, hogy legyen! Anya kell, hogy legyen! Anya kell, hogy legyen! Anya kell, hogy legyen! Hát persze, hogy van anya! Különben hogyan kerültünk volna ide? Igen, és máskülönben hogyan maradhatunk volna életben? Igen, és máskülönben láttad anyánkat valaha? Talán csak a képzeletünkben létezik. Mi gondoltuk ki magunknak? Talán majd így a létezésünket is jobban megélhetjük. Szóval, anya kell, hogy legyen. Anya kell, hogy legyen. Kell. Hát igen. Így teltek az utolsó napok az anyamében. Telve kérdések sokaságával és nagy-nagy félelemmel. Végül elérkezett a születés pillanata, amikor a magzat elhagyta addig... Ne! Dehogy! Most mi van? Meg akartok születni most ebben a szent pillanatban, igaz? Hát, na, nem hiszem. A születés nem ott és akkor kezdődik el, amikor a kisgyermek felsül. Bárki vagy bármi születik meg, azt mindig valami nagyon hosszú és nagyon mély folyamat előzi meg. Így van? Hát ez így van. És ez a nagyon hosszú és nagyon mély folyamat a szülők. Mert a szüleink azok tele vannak titkokkal. Olyan titkokkal, amikre soha rá nem kérdezhetünk. Vagy mert nem illik, vagy mert kényes. Az enyém alig beszélnek magukról. Szinte nem is ismerem őket. Nem beszélnek az érzéseikről. Úgy tesznek, mintha nem is lennének kurva érzéseik. Pedig vannak nekik. Nagyon is mélyek. Mitől lesz valaki ilyen? Átlag életet élő átlag ember. Ez az átlag szülő. Ez a bizonyos normális. Hát, én úgy kérdeztem meg, hogy odaálltam anya elé, és megkérdeztem. Anya? Hú. Hát ugye én is kérdezgettem a szüleimet,
És akkor megkérdeztem az anyukámtól valamit, és akkor elkezdett beszélni, és csak mondta, és akkor egy negyedórás monológ után megkérdezted, de mi is volt a kérdés? Szóval nagyon kalandozott, és élvezte, hogy mesélhet, ugye? Igen, de nem egészen így volt. Tulajdonképpen én próbáltam otthon kérdezgetni a születésemről, de úgy éreztem, hogy nem vesznek túl komolyan. Meg hogy idejük sem nagyon volt, mindig túl elfoglaltak. Majd még faggatózom. Megkérdeztem az anyámat, és egy nagy csomó dologról kiderült, hogy amit igaznak hittem, az nem az. Ilyen egy a sok hülyeségem közül, hogy azt hittem, hogy akkor augusztus 13-án, akkor péntek volt. Péntek 13. Megkérdeztem, vasárnap. Csak vasárnap. Tulajdonképpen én próbáltam otthon kérdezgetni a születésemről, de úgy éreztem, hogy nem vesznek túl komolyan. Meg úgy idejük sem nagyon volt. Majd még faggatózom. Én nem szeretek kérdezősködni a szüleimnél. Főleg apukámtól. Nem is találkozok vele. Hát az, hogy megölelni a családtagjaimat. Bár talán most már kissé feloldódni látszik ez. Nem nagyon merek a szüleinek ilyen direkt kérdéseket feltenni, mert attól félek, hogy nem érdekelni őket a téma, vagy talán összekülönböznének valamint, mert máshogyan emlékeznek, mert mindig mindenre máshogyan emlékeznek, mint ahogyan a kapcsolatuk elejére is. Próbáltam kifaggatni az anyámat, hogy milyen volt velem terhesetlen. Anya, figyelj, milyen volt velem terhesnek lenni? Nagyon jó volt. És milyen volt az idő, amikor megszülettem? Őszi. De mit mondott az orvos? Mit mondott volna? Nyomjon, kismama, nyomjon! És még valamit? Hát azt, hogy kislány. Szóval ennyi az egész. Egyik reggel kérdeztem az anyukámat, amikor még kisebb voltam, mint most, de akkor nem volt túl sok ideje mesélni, mert mennie kellett dolgozóba. Viszont, amikor este hazaért, sütit,
leültetett az asztal mellé, és mindent elmesélt. Az édesapámmal való találkozásától kezdve a bátyámon át egészen a cseperedésemig mindent. Hát én is így kérdezgettem anyámnak, mondtam az előbb, és akkor az meg csak csacsokolt, dumált, és akkor mondtam neki, hogy állj. Mondom, te szerelmes vagy még? Azt mondja, kibe? Mondom, kibe? Hát apámnak. Hát és akkor mondta, hogy jaj, hát persze, több-töre-töre, terelte el nagyon a témáról így a szót, és akkor így a végén szerintem érezhette, hogy ez azért nekem egy kicsit rosszul esett, mert ott valami szerelmi vallomásra számítottam, és azt mondta nekem, édes Nóra, mert mindig így szólt nekem, hogy édes Nóra, én szeretem apádat, te szeretetben nőttél fel, az volt a lényeg, hogy én imádtalak meg apád is. Hogy én mit mondhatnék erről? Igazából nekem összeszorul a szívem, ha a családomra kell gondoljak. A szüleimnek még a megismerkedése is olyan átlagos volt. Képzeljétek el, hogy anyum egyszer ment haza a suliból, és látta, hogy egy fickó bicajozik arra feléjük. Hát gondolta, hogy nem normális, de tudta, hogy miatta teker körbe-körbe. A munkahelyükön történt. Kecskeméten. Rendben. Aztán persze másnap is ment haza. Persze bicajjal szembe jött apum, megfordult, és megbeszélték, hogy minden reggel találkoznak valahol, és együtt mennek suliba. Persze aztán anyumnak nem volt ám olyan nagy kedve olyan korán kelni, mert hát nem igazán bírta apum búráját. Meg volt is neki barátja. Úgyhogy ezt a kérdést inkább passzolnám, mert túl személyes is, és nem dolgoztam fel még nagyon sok dolgot. Ne ezt adjátok össze! Anyum egy nap ment haza, és meglátta, hogy akkori barátja és jelenlegi férje idillikusan beszélgetnek. Megismerkedtek. Egymásba szerettek, aztán néhány hónap múlva összeházasodtak. Aztán ez a beszélgetés valószínűleg valahogy úgy zajlott, hogy itt állt az egyik faszi, itt meg a másik. Hát te mi járatban? Találkozom a barátnőmmel. És te? Én is. Gimis. Igen? Az enyém is. A tiéd hanyadikos? 9. Az enyém is. Melyik osztály? D. Az enyém is. Ki ő? Szatmár Janikó. Az enyém is. Aztán anyum valahogy mégiscsak apumat választotta. Lehet, hogy nem bírta levakarni. Annyit tudok még, ami esetleg érdekes lehet, hogy apám az több mint egy órát várt az én jó éles anyukámra, mert hogy ő fogta magát is az első randin elő. Amúgy anyukám nem igazán csípte eleinte apum búráját, de ez nálunk már tradíció, mamám sem csípte először tatámat. Kíváncsi vagyok, melyik ellenségem lesz a férjem. Nem szívesen beszélek róla. Sajnálom, de képtelen vagyok rá. Az én szüleim a Miskolci állami nyomdában dolgoztak. Édesanyám sorszedő volt, édesapám pedig gépmester. Na, én vagyok az, akinek fogalma sincs, hogy ismerkedtek meg a szüleim. Jó, azért hazudok, mert egyszer egy fél mondatból elkaptam, hogy valami táborban történt. Tábor. Apukám 20 éves volt, anyukám meg valami 16-17. Hát, hogy szerelemről volt-e szó, nem tudom, most így visszatekintve már nem hinném. De úgy tudom, hogy apa előtte nagyon szerelmes volt, és anya is biztos azért egy kicsit. Hát az úgy történt, hogy anyám feladott egy hirdetést, és akkor arra válaszoltak 124.953-an, és akkor találkozgatott ott mindenféle faszikkal, aztán a 123.000 pasasból kiszúrta a lehető legszarabbat, akit csak lehetett, és az volt az apám. Én anyukám teljesen bele volt haborodva apukámba, csak sajnos nem mert kezdeményezni. Viszont egy másik nyomdászlány erősen flörtölt apukámmal, akinek meg inkább anyukám tetszett. Szóval egyszer ez a másik nő elhívta apát sörözni. De ehhez képest, amit elmondtam, anyukám ilyet mesélt nekem, hogy először apa a szeme fogta meg nagyon barna mészre. Ehhez képest néhány héten belül jól otthagyta, mert valaki másba lett szerelmes, vagy micsoda, meg úgy egyébként sem kedvelte apukámat annyira rájött.
Apa nagyon maga alatt volt, úgy tudom. Szóval, egy táborban. Ó, ez a nagy sztori! Anyukámnak az összes miskolci kocsmát végig kellett járnia, mire megtalálta édesapámat, aki már egyedül szörödött. Mert ugyanis ez a másik nyomdászlány szeretett volna szexuális relációba kerülni édesapámmal, de a pater szépen elmagyarázta neki, hogy ez nem fog összejönni. Erre az a másik megsértődött és elvigarzott. Apám akkor éppen Recskem volt katona, úgyhogy levelezgettek, meg hát néha apám lejárt Egerbe, meg anyám felment Recskre éppen, amikor a fater kimenőt kapott, és így találkoztak. Aztán hát ebből ítélve ugye így se lennék, ha nem történt volna egy kis váratlan fordulat, meg nem is házasodtak volna összenek semmi. Kiderült, hogy anyukám terhes. Illetve csak úgy tűnt, mert végül is mégsem volt az. Megszervezték szépen az esküvőt, beleélték magukat, most már anyukám, minden rendben volt, és aztán kiderült, hogy nincsen maga. És már csak nem akarták visszacsinálni az egészet, úgy döntöttek, hogy jó ez így. Mint az egész az a legnagyobb poén már, hogyha a házasságnál lehet poénról beszélni, hogy pár éve valamit kerestem az egyik fiókba, valami bizonyítványt, nem is tudom micsodát, és találtam egy nagy köteg levelet. És az akkori levelezésük volt, és természetesen a gyerek mit csinál, ugye elolvassa. Apukám pedig sörözött tovább, és rendkívül nevűlt, amikor meglátta édesanyámat. Szerelmet vallottak egymásnak, aztán meg összejöttek. Hát, mit mondjak? Egy kicsit hánytam, egy kicsit meglepődtem. Mindenesetre életemben nem gondoltam volna, hogy ez a két ember ilyeneket írkál egymásnak, hogy drága, kedvesem, meg mit tudom én, szerelmesem, meg minden ilyen hülye fasságot. Szóval az a lényeg, hogy ebből arra következtettem, hogy azért valami szerelemféle, vagy szeretetféle annak idején biztos volt köztük. Aztán 5 évvel ellen megszülettem én, hál' Istennek, ki tudja, hogy az oda együtt lennének-e, ha nem. A legkedveltebb találkahelyük a miskolci kapricukrászda volt, ami még ma is létezik. Amikor először mentem egyedül oda, olyan furcsa érzés volt ott ülni, tudva, hogy ez az a hely. Na jó, akkor tisztázzuk. Ti, mint tábor. Szerelem? Nem. Biztos, hogy nem szerelemről volt szó. Hát nem is hisznek az ilyesmiben. Azt is nehezen értik meg, ha én vagyok rosszul pasi miatt. Csak annyit tudok, hogy a szülei már a szalagavatóbáron bemutatták egymást egymás szüleinek. Azt, hogy a szüleim hogy ismerkedtek meg? Nem tudom. Nem is akarom tudni. Már kérdezni sem merem, mert mindig valami civakodás, hogy az ilyen kérdés. Csak annyit tudok, hogy a szüleim már a szalagavató bálon bemutatták egymást szüleinek. Jó, hát a nagyitól van néhány információ, mert a nagyival szoktunk ilyen szerelmi témátról beszélgetni a szüleimről. Hát ahogy ő elmondta, talán szerelem volt, mert azért elég nehéz elképzelnem. Mert tényleg az volt az elég szomorú, akkor kicsit kiábrándító, és nem hiszem többé szerelem. Annyit tudok, hogy a szüleim már a szaragavató bálon bemutatták egymást szüleinek. Amikor először nagyon szerelmes voltam, akkor leültem az apujékkal, és megkérdeztem, hogy ez velük hogy volt. Rövid fél órás noszogatás után az anyukám elkezdte, és akkor mondta, hogy olyan tudott kislányom, hogy ott oda jártunk a tanító képzőbe, és nyári gyakorlaton kellett vigyáznunk le valami gyerekekre, azt hiszem, hogy Tiszalökön volt, Tiszalökön. Ilyen kis hülye vagy most, hogy nem viccelődjél már, nem lehet ennyire öreg, hogy már nem emlékszel, hogy Bogácson volt, mint erre apám. Milyen? Bogácson? Mi? Mert én vagyok a hülye, mi? Nem emlékszel rá, hogy Tiszalökön volt? Azt hiszed, hogy nem emlékszem? De anyukám, mert ott ettük az epres süteményt Kati néni cukrászdájában, ott volt az első randevunk, nem emlékszel rá, tényleg ilyen hülye vagy? Még én vagyok a hülye, már megint én vagyok a hülye, mi az egész családban? Mindig én vagyok a hülye, mi az apád? Nem, nem, pedig 30 éve nem bírja megegyezni, hogy allergiás vagyok az eperre. Ezek után én kérdezek valamit, de most komoly. Most akkor mi van? Ja, hogy befejeztük? Ja, bocs.
Bocsi. Nem tudtam. Te akkor hajoljunk már meg, hogy valami. Most tőlük vagytok beszarva? Mert talán, hogyha elkezdtük, akkor be is kéne fejezni. Tudom, hogy kurva nehéz, nekem is nagyon nehéz, de akkor csináljuk, jó? Légy szíves, gyere és álljál fel! Légy szíves, gyere és folytassuk! Gyerünk már! Gyerünk már! Gyáva banda, vedd azt a kurva hangszert, azt játsszál! Meg menjél te is! Gyerünk! Minden nap felkelek, vidáman ébredek, nevetve kacagok, munkába indulok, rohamba sietek, szépek az emberek, én is csak szép vagyok, tempósan haladok, és persze látni már, nincs messze a halál. Látom a tükörben, visszanéz rettenet, nem szólnak fegyverek, hullákkal ébredek. Egy hűtlen csavargó, kispályás pöcsmacsó, nincsen más, mégse jó. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt van már a tavasz, meghízik minden fasz, röpülnek slickombok, verebek, egyebek, az utcán koldusok, én is csak az vagyok, semmit sem adhatok. Tá-lá-lá, na-lá-lá. Mama is csak elment, szépen integetett. Azt mondta, vigyázzál, csak egyél, ne igyál. Mindenem fájdogál, fáj már a fájástól, evéstől, ivástól, mindentől fáj. Dobd el már a szivart, legyél már jó gyerek, szeresd az életed, angyalod vigyázzon. Hello, én itt vagyok, senkinél jobb vagyok, valakit akarok, vagy valamit akarok, és gyorsan meghalok, és látok száz csodát, főzöm a vacsorát, mindenkit imádok, reggel meg okádok. Nincsen új üzenet, nincsenek jó jelek, jobb lesz, ha elmegyek, meghasadt a szívem, és holnap indulok, mindenhol ott vagyok, kitárom a szívem, szerelem, szerelem, földerül ez a nap, alkalmas pillanat. Menjél, vagy szeressél, szívedhez hű legyél! Beszállás! Már az én szüleim azok egy munkába menő buszon ismerkedtek össze. Látom magam előtt az apukámnak azt az édes kis bamba pofáját, hogy észreveszi az anyukámat. Úgy volt, hogy anyukám ment a munkába, apukám pedig ugyanazzal a busszal ment hazafelé, mert és akkor meglátta az anyukámat, és bámulta 4 hónapon keresztül. Persze már ugye az egész busz tudott ám a dolog. Kurva, mi van, már arra menjél el, ne erre!
De akár mekkora tömeg is volt, viszont anyukámhoz valahogy mindig odafurakodott az apukám. Ha dugig volt a busz, apád akkor is a közelben furakodott. Tehát aztán 4 hónap bámulás után, anélkül, hogy addig egy szót is beszéltek volna, apám összeszedte szerintem az összes pucájában lévő bátorságot, és odaült az anyukám mellé. Rám. Hát igen. Ezóta apám legmenőbb csajozós. Na mondjuk aztán már mindig beszélgettek. Aztán eltelt egy olyan 15-20 év, és senki nem érti, hogy mi történt. Hozzá kedved mégis. Fáj a fejem.
Hadd csak, ha... Tudom, hogy te is szeretnéd, hát... Na... Na... Látom, hogy akarod. Na... Szeretlek. Szerettelek valamikor. Ez már régen volt. Anyu. 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 Anyu.
Anya. 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 Csak kívülről láttam azt, hogy valaki megszületett. De addigra készen volt már. Pihegett, aludt, és az anya fenekéről lecsúszott a kórházi köpeny. Hát igen. Én meg 15 éves voltam. Egyik becsület sülyeztőben ültünk a haverokkal egy szombat délután, ami jócskán estébe csavarodott. Megittünk egy 20 fröccsöt. Akkoriban az volt az olcsó, meg az ütős. Kevés többen lehetett rúgni. És ekkor osztottam meg velük az én történetemet. A franc tudja miért, talán az én mert hatást akartam elérni náluk. Szóval édesanyám terhes volt már velem, pontosabban nem velem, ezt majd megtudjátok miért, hanem egy babával, aki sajnos meghalt ő benne. Ezt az orvosok nem vették észre időben, és a halott csecsemő megmérgezte édesanyám testét, az utolsó pillanatban szállították a kórházba, majdnem meghalt, majd hogy nem újra kellett éleszteni. És ennek a kudarcnak az eredményeképpen sem adták fel további próbálkozást, annyira gyereket akartak. És aztán így jöttem én. Mondjuk én is nehezem, mert nyakamra volt tekeredve a köldögzsinór. Másfél kilóval születtem, 36 centivel én is majdnem ott maradtam. Tudom, hogy az előző csecsemő is én voltam, csak hát másodjára sikerült megérkeznem. Na, ezt elmondtam nekik. Részegen. És hát ők azért úgy vágtak egy-két fejet, de és engem hatott meg ez igazán. Olyannyira, hogy kirohantam a kocsmából és át a négysávos úton, ahol az autók hemzsegtek, szemközti telefonfülkéhez, és fölhívtam édesanyámat, meghatottam. Rögtön elkezdett zokogni. Én meg részeg voltam. Hogy merre menjünk részben, eldönthető az észben. Másrészt viszont az utányalodik, s így néha kérem kitalászolni. Még sincs reménység hitben, sok bölcsesség és hitben, de el sem indulsz, ha a szerelem a szíved mélyén nem alapelem. Az élet útján andalogva tipeg is és szalad is az ember. A fények árnyal rád ragyog, s a ködön át az orrodig se láthatsz. Én mindig arra nézek,
hol dél van és nem éjszak. A láng a jégnél mégis meged, ne legyen belőlem, ne legyen belőlem, ne legyen belőlem eleged.